Ha milyen? Prima! Elvétettük a házszámot, most szépen rajtuk ütünk. Rendőrség! Le vannak tartóztatva! Hát nem ajánlom, hogy nyúlkálj! Hagyd végén a stukkeredet, különben szarrá lövöm a tetvességet! Meg vagyok értve! Oké! Forduljatok meg! Arccal a falhoz! Mozgás! Mozgás! Mozgás, mozgás! Jól van! Motozás! Cseszd meg, két tyúk kap el minket. Jó, feszes a hátsótok, csak nem tornáztok, fi? Ismertesd a jogaikat! Jogukban áll, először is csendben maradni, mert bármit mondjanak is, azt fel lehet, és fel is használjuk maguk ellen. Joguk van ügyvédhez, tehát jogukban áll ügyvédet fogadni. Anyád! Jól van. Jól van, ismerjük ezt a dumát. Hölgyeim, mit akarnak, megkapják, csak mondják meg. Bizony, köthetnénk egy előnyös kis üzletet. Igen, csak ködösítetek. Várj már egy kicsit, hát ha segítenek megtalálni Sandhurst. Na, honnan ismernék ezek Sandhurst? Michael Sandhurst? Na, náhogy ismerjük. Az előbb volt itt. Mármint pár órája. Rész szerzett neki útlevelet. Fulladj meg, hírlaj. Nincs értelme hallgatni. Mi is hamis személy azonosságban utazunk. Na hát, micsoda véletlen. Milyen névre szólt az útlevél? Beszélni akarok egy ügyvéd. Igen! Hát lehet, hogy nagyon rövidre kell fognod a mondandódat, mert aztán szétpaszírozom az agyadat a falon. Bizony! Jobb, ha megmondod neki a nevet, mert elég harapós kedvében van. Igen, ugyanis épp menstruálok. John Strauss. John Strauss? Hova utazott? Csak annyit tudok, hogy elment a városból. Nézzék, én igyekszem kedves lenni, igaz? Legyenek hát maguk is olyan kedvesek, és nyissák ki azt a dobozt az asztalon. Csak nyugodtan. Mondják, mi lenne, ha megtartanád? Te odaadod nekik a zsozsót? És sosem láttuk egymást. De beteg! Forduljatok vissza! Rendben. Áll az alkot. Nem szívesen ismerem el, de egész jól csináltad. Ugye? Én is élveztem. Tudom, tudom. Nos, az üzlet az üzlet. És most, apuskám, irány a repülőtér. A reptérre.